Sziasztok srácok, én Szabi vagyok és itt vagyunk az új falunkba, mégpedig nem máshol, mint PGT Landben. Azt hiszem így hívják, azt mondták a többiek, hogy PGT Land a neve, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Szóval bemutatom nektek az új falunkat, hát igazából itt egy játszótér, ahova ki fogunk majd jönni rengeteget játszani. Vannak itt boltosok, akik még nem jöttek ki, van itt egy másik, ott van Kisháza, Huzsi háza, Dani háza, mely is az én házam a legszebb ház? Úristen, Husit már megint kirabolják, vagy Husi már megint csinál valamit. Na hát bemutatom a házat, igazából szerintem mindenki így jön ilyen lett, van egy kanapém, egy nagyon jó tévém, itt szoktam felvenni a videókat, mint például most is itt ülök, csak nem enni az asztalnál, igen. Van egy hűtőm, stb. És így a padlás, ahol meg hát nem tárolok semmi érdekeset. Jaj, ez nem tudom, hogy ki lehetett, egyik barátomat egyszer poénból felzártam, de már nem emlékszem, ki volt az. Mindegy, talán a többiek. Szia Husi! Husi! Hogy tetszik a házad? Várjál, megnézem a tiédet is, hogy milyen lett. Várjál, beszorultam az ajtóba. Hát ez ugyanúgy néz ki, mint az enyém, csak rosszabb a színe. Nem rosszabb, a narancsárga a legszebb. Aha, ki szerint? Te szerinted? Szerintem, igen. Na jó, oké. Nézzük meg Kist. Gyere, Kisnek a ház... Na, Kis! Várjál, css! Halkan. Biztos, valamivel meg tudjuk szivatni. Bam bam. Aki zenét hallgatja. Bam. Csáá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 á
Te mit csinálsz? Megöltem a csirkét. És miért hallgatsz ilyen jazzt? Mert ez milyen menő már? Nagyon menő! Rakd vissza! Na, de ne legyél már ilyen bunkó, hát csak kivettük a zenét, azt már is itt bunkózol, hát ne csináld már ezt! Ez a te házad! Jaj, ez a te házad! Ez itt a PGT-len 4C! Senkit nem érdekel! Senkit nem érdekel a házad, ide bármelyikünk bejöhet, mert mi testvérek is vagyunk, meg minden, szóval... Nekem te a testvérem vagy, milyen genetikából takarodják kifelé, úgy vagyok felé. Kis! Lehet a gépem elé még egyszer, még egy van ember! Kis, ne legyél már ilyen velünk, hát de tök normálisan ide jöttünk hozzá, köszönj te meg itt... Megmutatom nektek, hova tudtok jönni, ide! Hova? Ide fel, itt szívesen beszélgetek veletek bármiről, mert úgy tudtok széttörni semmit. Na jó. Miért vagy ilyen bunkó velünk? Hát csak átjöttünk hozzád. Mert ez itt az új házam, és itt vigyázni kell a dolgokra, jó van, csicska? Na jó. Jó, így tedd be a pohár, kész! Nem érdekel, betelt a pohár! Gyere, Husi, megyünk! Jaj, ne! Most mi lesz? Menjünk innen, Husi! Jaj, kimentek a házból! Köszönöm szépen! Gyere, Husi! Menjünk innen! Nagyon bunkó kis! Akkor legyen itt van egyedül, el leszünk mi ketten! Menjél innen, te! Jaj, ne! Miért? Egyedül kell lennem! Megint zenét hallgat. Gyere, Husi, van egy ötletem. Figyelj, ha így viselkedik velünk, akkor valami a vissza kéne vágni, vele ezt kidobom már, ez nem kell nekem ide a kukába. Na, szóval hallod? Mi viccene ahhoz, hogyha egyik vennénk esetleg egy ilyen, hogy is hívják, tudod, amivel lehet irányítani az ilyen távirányító, tudod. Na, egyszer már volt egy ilyen távirányító, amivel irányítottuk, azt hiszem Danit, vagy nem tudom, hogy kit irányítottunk már vele. Na mindegy, azt hiszem, hogy Daninak a házában megvan az a távirányító. Szóval, hogyha... mi ez? Jaj, ne, halkan! Jó, szóval ez a lényeg, hogy irányítanunk kéne kisnek az anyát, de ahhoz kell az a távirányító. Na, menjünk. Várjál, menjen nyugodtan, bemegyünk. Hát, ha nem vesz észre minket. Takarodjatok az útról! Jó, nem vett észre, hogy bejöttem. Van új kocsim! Ajaj! Itt kell! Jó, keresd, valahogy itt kell lennie. Keresd! Na, valahol valami távirányítót, várj, én megnézem addig a padlásra. Na, menj fel a padlásra. Nézd meg, én addig nézem az ajtót. Szólj, ha megtaláltad. Jó. Kis egy idej körül, a szökőkút körül köröz és driftel. Neki van jogosítványa? Husi, megvan már a távirányító? Itt a padlásom. Husi! Keresd már meg, hát valahol itt kell lenni a távirányítónak. Nem hiszem el, a csontvázba. Akkor valahol biztos itt van. Megvan? Jó. Megvan a távirányító? Oké. Okay. Igen. Oké. Okay. Na, azzal lehet irányítani. Viszont... óvatosan kell. Most, ha megnyomsz rajta egy gombot, akkor kis agyát vezényli az a távirányító. Szóval, nagyon óvatosan. Aha. Ez
Köszönöm. Oké. Oké, megvan. Na, gyere, keressük meg Kist. Kis! Kis, ott van Kis. Pusi. Jó, várjál, állítok egy nyelvet. Azt hiszem most angolul van. Oké, átállítottam angolra. Oké. Szia, Kis! Kis? Várjál, lenémítottam. Várjál, véletlenül a némítás nyomtam. Várjál, most. What's up, guys? I'm listening to my jazz music. Why do you interrupt me? Várjál, működik más jelen is? Jó, akkor legyen oroszul. Get the hell out of my house! Now! Várjál, orosz. Right? Else we'll shoot... Majd megint lenémítottam. Jó, ez nagyon vicces. Jó, visszakapja a magyar. Magyar. Jó. Takarodjatok kifele, így jó, várjál, picit. Te is, te büdös. Figyelj, várjál. Hopp, pauz. Jó, várjál. Nem, várjál, figyelj. Fú, ennek van szaga. Na, várjál. Oké, vissza, mehet. Takarodjatok, már büdösek vannak. Jó, gyere, ez jó lesz. Takarodjatok így, jó, pauz! Oké, találjunk ki, figyelj, most megállt. Hé, most pipit. Visszament. Jó, nem mindegy. Jó, akkor lehet azt mondani, nem. Figyelj, akkor valamit még tudunk ezzel csinálni. Mondjál valamit, amit ki tudnánk találni. Állítsuk meg. Vigyük a szökőkútig, és akkor... Ja, hogy fürdessük meg? Igen. Jó, nem, inkább irányítani lehetne azzal, hogy megmondom neki, hogy ide menjen. Várjál, átkapcsolunk. Jó, akkor most lenémítjuk, hogy ne tudjon beszélni. Jó, csendben van. És akkor oda a szökőkúthoz kéne elmenned, és akkor indulás. Oké, jön, figyelj, jön. Várj, nem tudja kinyitni az ajtót. Jézusom. Oké. Figyelj! Jó, nem, meg fog fulladni? Várjál, meddig bírja? Felúszik a tetejére! Na jó, oké, kijöhetsz a vízből! Jó, ide kikattintok, várjál, hogy ide kijöhet. Jó. Oké, visszakapja a hangját, tessék! Mit csináltad ebbe? Ez hogy? Ez mi? Mi a baj, Kis? Esetleg... Mi? Várjál, némítás? Elvitte a cica a nyelved? Nem tudsz beszélni? Esetleg... Jaj, nem hallom, mit mondasz? Vagy esetleg valamit kérsz? Szeretnél? Nem vagy? Hopp! Jó, visszaka... Várjál, nem, valamit ír. Ezt még megvárjuk. Mit ír? Itt egy... Na jó, engem nagyon idegesít ez a zene. Ezt kiveszem. Jó, na mit írt? Várj, megnézem, mit írt. Mi van odaírva, te tőle? El tudod olvasni? Mi? Némíts vissza... Jó, tessék. Úgy, nem vagytok normálisok, hagyjatok engem békén. De amúgy te tudtad, hogy van egy ilyen távirányító, amit tud téged vezényelni? Én szarom! Menjél el innen és ne vudúzzál velem, menjél a busival játszogatni. Vudúzni? Vudúzni? Azt akarod, hogy vudúzzak veled? Na jó, tudod mit? Akkor gyere ide ki, így ide kattintok, így. Még egy lábát leteszel, hey. Véged van. Oké, úgy, megállsz. Jó, pauz. És most szépen fel foglak lőni a magasba, és onnan le fog zuhanni. Az lesz aztán a vudúzás. Na, szia Kis! Csá! Na, mi van, miért nem? Nyomom a felfele gombot. Úgy? Oké, várjál, meddig nyomjam a felfele gombot? Jó, oké. Számolj vissza 1000-től. 999. 998, 990, jó nem, oké, elég magas sem van, jó, akkor leengedem, tessék. Egyszer a lávába. Oké, zuhan. Jó, oké, visszakapod a hangot, tessék. A lábam. A lábad? Eltört a lábam. Eltört? Na jó. Jó, figyelj, meg tudom javítani. Meg tudom javítani! Jó, tessék! Nem tudsz javítani semmit! Jó, így? Fejjel, de husi! El fogja mondani Daninak, hogyha... Hogy mi történt? Ez így gond. Mit lehet csinálni? Valamit csak lehet csinálni. Agyát irányítja! Igen, a memóriáját kitöröljük. Igen. Jó, várjál. Akkor azt mondja, hogy mikortól kezdve törüljük.
Legyen mondjuk a mai nap, vagy az egész... Ne, az egész élete túl sok. Jó, legyen a mai napot. Jó, a mai napot töröljük is. Bebo? Várjál, ja tényleg, az is jó ötlet. Akkor még először, gyorsan, jó, akkor állítottam egy speed 10-et állítottam rá. Na, de a hangját is gyorsítsuk fel? Oké, okay, várjál, felgyorsítjuk azt is duplára. Ki is? Ki? Jó, ez bírhatatlan, nagyon sokat beszél és nagyon... Jó, várjál, csak lenémítom, néma! Legalább csak így már csak gyors lett. De nagyon gyors lett. Ott szalad! Bement a házamba! Pauz! Oké, lepauzoltam. Jó, figyelj, ez így nem jó. Nagyon gyors. Jó, ez jó, rossz ötlet volt. Visszaállítjuk a sebességét, jó? Töröljük az egész emlékeit, jó? Husi, tedd ezt vissza a helyére, és mielőtt visszateszed, kapcsold be, hogy újra mozoghasson, jó? Okay. És akkor itt elfelejtjük, és te se beszélsz róla, tedd vissza a helyére, és ordíts át, hogyha visszavitted. Nézlek az ablakból, futás vissza! Okay. Gyerünk, menjél addig ne. Jó? Oké, kapcsold vissza, mert... Oké. Visszakapcsoltam! Kis! Kis, hallod? Mit keresel a házamba? Szia, Szabi! Mi van, Husi? Macska? Véletlenül letetted a sebességet 0,5-ösre? Hagyjatok békén! Na jó, figyelj, hagyjuk így. Egy legalább idő lesz, mire hazaér. Na jó, de jó, figyelj, majd Dani visszaállítja, majd lehet azt hiszi Dani, hogy véletlen azt nyomta meg a távkapcsoló helyet. Na mindegy, jó utat kis hazáig, ne kapkodd el, nehogy, ne szaladj kis, óvatosan el ne es, még a végén leelőd egy csiga. Hajrá! Várjál, mire körbefordul addig. Na jó, köszi srácok, itt voltatunk, kis mire hazaér addigra, jövő lesz. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!